több mint 30 órás műtéttel választotta szét a magyar orvoscsapat a fejüknél összenőtt bangladesi szijámi ikreket augusztus elején. A végső szétválasztást vezető dr. Csókai András, a Honvéd Kórház idegsebészeti osztályát vezető főorvos, dr. Hudák István főorvos, valamint dr. Fekete Attila, plasztikai és égéssebészeti osztályvezető főorvos augusztus 18-án érkeztek vissza Magyarországra. A világszenzációt jelentő szétválasztó műtétsorozatban résztvevő a Honvéd Kórház 11 orvosának és egészségügyi dolgozójának, dr. Kunszabó István vezérőrnagy, a Magyar Honvédség egészségügyi központ parancsnoka köszönte meg a szijámi ikrek érdekében tett rendkívüli erőfeszítésüket és kiemelkedő emberi hozzáállásukat. Ez a Honvéd Kórház, tehát ilyen orvosokban áll túlnyomó többségében ez a Honvéd Kórház. Olyan nagyszerű csapatnak az élén lehetek én parancsnok, amely ilyen nagyszerű munkát tud végrehajtani, és ez csak egy terület volt. Ebben a kórházban számos olyan terület van még, ahol ilyen nagyszerű felkészült, kiváló orvosok vannak, úgyhogy én azt gondolom, méltán lehet ez a kórház az ország egyik legjobb kórháza, én még nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a kórházat vezethetem. A 3 éves kislányok állapota stabil.